Kicsit összegezzük a karácsonyi készülődés, illetve rendezvény sorozat menetrendjét és történéseit. Így van, a művelődési központtal összefogva a város egy új forgatókönyvet dolgozott ki, amely egész pontosan most szombaton, november 29-én 17 órakor fog kezdődni a Városháza előtt. Adventi koszorú első gyertyának a meggyújtása, melyet a város új polgármestere fog meggyújtani, vagyis én. Remélhetőleg a rendezvényen Lezsák Sándor úr is részt tud venni, tehát közös gyertyagyújtás lesz. Majd ezt követően minden szombaton 17 órakor kerülnek a többi gyertya meggyújtásra. Mégpedig oly formában, hogy a városban jelenlévő vallási közösségeknek a helyi vezetői fognak eljönni, megtisztelni bennünket és meggyújtani ezeket a gyertyákat. Az új forgatókönyvnek vannak új elemei, egész konkrétan az elmúlt évek hagyományaival szakítva szeretnénk, illetve nem csak szeretnénk, hanem meg fogjuk szüntetni a sátortábor jellegű kirakodóvásárt. Helyette egy olyan adventi vásárt fogunk megvalósítani, ahol kézműves vásárt fogunk elállítani, kulturáltan faházakba fognak beköltözni az árusok, és olyan magyar kézműveseknek a termékei kerülhetnek, vagy kerülnek megvásárlásra, vagy lesznek megvásárolhatóak, amelyek méltó díszét fogják utána az ünnepeknek egy otthoni családi házban is, vagy egy lakásban képezni. Ami nagyon fontos, és egy kis ajándékkal is készültünk Kiskunfél Egyházának, egy jégpályát fogunk felállítani a könyvtár mellett található parkolóba. Egész konkrétan december 15-től kezdődik meg a jégpályának a felállítása, majd ezt követően, mire a jég megfagy rajta, körülbelül december 20-22-e környékén fog a jégpálya elindulni, és reményeink szerint január végéig, de hogyha az időjárás engedi, akkor akár február közepéig is fent fog maradni a jégpálya. Ami nagyon fontos, hogy az általános és középiskolák, Kiskunfegyházán található általános és középiskolák által szervezett, tehát ez nagyon fontos, hogy nem egyes diákoknak tartjuk nyitva a jégpályát, de minden diák, aki Kiskunfélegyházi intézményben jár, az iskolának a szervezésében minden hétköznap reggel 8-tól délután 13 óráig ingyen vehet részt, vagy ingyen használhatja a jégpályát, és természetesen, akinek esetleg nincsen jégkorcsolyája, az a helyszínen bérelni fog tudni. Ami még nagyon fontos, hogy ezek mind a vásárlátogatás, mind pedig a jégpályának a látogatásához különféle kiegészítő eszközöket is fogunk biztosítani. Többek között a karácsonyi hangulatnak egyik alapját szokta képezni a sült gesztenye. Lesz egy, a Gorki utcában megtalálható lesz a könyvtár bejárata mellett egy gesztenyesütő, ahol az idősebbek vagy a 18 évüket már betöltött félegyháziak, vagy akár ide látogató vendégek is forralt bort, vagy esetleg puncsot fognak tudni vásárolni maguknak. És hát ami még nagyon fontos, hogy rengeteg programmal készülünk, egészen január végéig bezárólag, illetve hát a karácsonyi ünnepekig bezárólag, amelyekre minden fiatalt szeretettel várunk, illetve nem csak természetesen nem csak a fiatalokat, hanem minden félegyházit és ide látogatót nagy szeretettel várunk, és kívánjuk nekik, hogy érezzék jól magukat, és előzetesen így mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt kívánunk a város vezetésének a nevében.